Évtizedek óta működik városunkban egy iskola, melyről kevés szó esik a médiában, az újságok hasábjain, pedig az intézmény jogelődje még az osztrák-magyar monarchia idején létesült. A nyitrai járási hivatal fenntartása alatt lévő komáromi magyar tannyelvű speciális iskoláról van szó, melynek tanulói komoly sikereket érnek el a különféle tanulmányi és sportversenyeken. Az iskolánk, a komáromi magyar tannyelvű speciális alapiskola hivatalosan 1958-ban alakult, ekkor még kétnyelvű volt, aztán szerte váltak, és a magyar tanítási nyelvű speciális alapiskola 2006 óta tartózkodik a Kassai utcai épületben. Ebben az épületben eleinte 60-70 gyermek járt, de mostan a 2014-15-ös tanévben 140 fölé emelkedett a tanulóink létszáma. Pár évvel ezelőtt 100-100 körül volt a 110 körül volt az iskolának a tanulóinak a létszáma, és évről évre 10-es nagyságrenden növekedik a gyerekeknek a száma. A gyerekek főleg Komáromból járnak, de az autista osztályban, ami a járásban egyedüli osztály, a szellemileg sérült autisták számára a Komárom járás minden falujából szinte járnak gyermekek. A gyerekek az iskola falain kívül is ügyesek, rátermettek, bizonyítják, hogy ha kellő figyelmet kapnak, törődést és szeretetet, ők is helyt tudnak állni. A mi iskolánk tanulmányi eredményeit nem olyan mértékben kell mérni, ahogy a többi iskoláknak. A mi iskolánknak a tanulói, főleg a sportversenyekben aktívak, ott érünk el sikereket. Évről évre a Léva megrendezése kerül egy speciális sportolimpián. Mindig az első három helyen végzünk, annak ellenére, hogy nincs még tornatermünk sem. Azon kívül nagyon sok rajzversenyen veszünk részt. Legnagyobb sikerünk tavaly a külügyminiszter úr, Lajcsák úrnak a kezéből kapott egy tanulónk elismerést egy rajzversenyre. És mi rendezzük meg a speciális alapiskolák regionális szavalóversenyét, amely nagy sikerrel van mindig. Nálunk az oktatás úgy folyik, hogy 0-tól 9. osztályig évfolyamon van a enyhefokú értelmi sérült gyerekeknek az oktatása. Azon kívül van a középsúlyos értelmi fogyatékosoknak az oktatása. Ők most jelenleg két osztályban vannak, és az autisták pedig egy külön részben vannak. Ezeknek a gyerekeknek, az autistáknak, főleg mindegyiknek individuális oktatásban vannak részesítve a sérülésekből kifolyólag. Hogyha elvégzik sikeresen a 9 osztályt, akkor van lehetőségük tovább tanulni, szintén speciális ilyen szakközépiskolákban. Gyallára járnak, Ekecsre járnak, de még szlovák ilyen szakközépiskolákba is mehetnek, és szeretnek is a gyerekeink tovább tanulni. Jelenleg 18 osztályunk van, 18 osztályban 25 gyógypedagógus tanít, és ebben a 18 osztályból 2 van Bátorkeszin, mint kihelyezett osztály, 1 az autista osztály, és a B-variáns osztályunk szintén 2 van. Az én fiamat Macernak hívják, és az autista osztályba jár. Nem is gondolkodtam azon, hogy rendes iskolába fogom iratni, mert tudtam, hogy nagyon beteg. Lett volna rá lehetőség, de én nagyon örültem, hogy lehet ide hordani. Mi faluról járunk, úgyhogy nem is olyan közelű, mert olyan 25 kilométer lehet. A Marcel nagyon beilleszkedett, nagyon jó gyerek, nagyon szót fogad tényleg a tanító, nem is gondoltam volna, mert otthon nem ilyen. Otthon nagyon rossz gyerek. Lennox-Gastaut-Tau szindrómája van, úgyhogy 5 fajta gyógyszert szed, úgyhogy nagyon, nagyon nehéz vele, és tényleg látom, hogy tegnap is azt mondta, hogy óbetű, és vagy mit mond, és a tanítónéni mondta, azt tanulják, úgyhogy tényleg fölismer nem sok mindent, még ennek is örülök, hogy talán ennyit megismer, mert nem számítok arra, hogy lehet, hogy soha nem fog írni, de valamit. Még valahol járni kell, és örülök, hogy nem kell otthon ülni. Jelenleg legnagyobb problémánk a helyhiány, amit már említettem, hogy növekszik az osztálylétszám, növekszik a gyerekeknek a létszáma, és az összes szaktantermet ez miatt meg kellett szüntetnünk, és szeptembertől megszűnik az a bérletünk, ahol most jelenleg az autista osztályunk van, és ezért mindenféle megoldást keresünk, és ezért szeretnénk segítséget kérni bárkitől, aki tud rajtunk segíteni az ügyben. Ezügyben felvető a kapcsolatot az új városvezetéssel, a nagyon sok képviselővel, és eddig biztató szavakat kaptunk, hát reméljük, hogy majd ez foganatja.